Hát igen, mindenki erről álmodik. De olyan tudjuk, hogy a pénzre, amit minden nap használunk, történelmünk híres személyei vannak rányomtatva. Itt van például a 2000-es. Betlengem Gábor erdélyi fejedelem arcképe látható rajta. A hátoldalán pedig Madarász Viktor festménye, Betlen Gábor tudósai körében. Betlen támogatásával sok magyar diák tanult külföldi egyetemeken. Nagy gondot fordított a könyvtárfejlesztésre. Maga a fejedelem is sokat és rendszeresen olvasott. Gyulafehérváron nyomdát alapít, ahol főként iratok, prédikációgyűjtemények, bibliakönyvek és ezek mellett államigazgatás segítő kiadványok is megjelentek. Nem csak magyar, de német, latin, szlovák, sőt, román nyelven is. Magyarsága, vallásossága arra késztette, hogy mindig az országa érdekeit szolgálja, és Istennek tetsző dolgokat hajtson végre. Halálos ágyán Bibliájába feljegyzett jelmondata, ami az utókor számára is maradandó útmutatás lett. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Senki sincsen, bizonyára nincsen. Közben az apostoli hit töretlen bizalom átadotta a fejedelem mindennapjait. Sok ellenséggel volt körülvéve, többször életére törtek, mérgezéssel, csapdával, árulással, hátbatámadással, ennek ellenére hitt egy felsőbb vezetés és oltalom létezésében. A templomunk az nem csak a szépségéről híres, hanem arról is, hogy itt van egy dombormű, ott látható az a falon. Ez Milotai Nyilas Istvánnak a domborműve, amit helyek adományából hoztak létre. Milotai Nyilas István az a falunk híres szülötte volt, püspök is volt, református püspök is volt, és Betlen Gábor erdélyi fejedelemnek az udvari prédikátora és tanácsadója volt. 1571-ben született Milotán, és a tanulmányait Debrecenben végezte, 1598-ban és 1599-ben diákvezető volt, ezt úgy hívják, hogy szenior. Azért vagyok erre nagyon büszke, mert én is 2 évig a Debreceni Hittudományi Egyetem szeniora voltam. És aztán utána, mivel nagyon tehetséges volt, külföldre került, azt tudjuk, hogy nagyon messze Heidelbergben is tanult, ott is végezte a tanulmányait, nagyon jó nyelvérzéke volt, idegen nyelvet jól beszélt, jól olvasott latinul is, illetve a kor színvonalán fontos volt, hogy németül is beszéljen valaki, tehát ezt a nyelvet is jól ismerte. És aztán utána Nagykállóba került lelkipásztornak, majd később Szatmárra került, és Szatmáron esperesi rangot is szerzett. Nagyon sokat tett azért, hogy a szatmári református oktatás fejlődjön, kiharcolta azt, hogy az ott tanító pedagógusok azok rendesen megkapják a bérüket, hiszen fontos volt a számára az, hogy meg tudja tartani az egyháza kiváló pedagógusokat, oktatókat, tanárokat. Aztán 1614-től püspökké szentelték, a Tiszán túli református egyházkerület püspöke volt, és 4 évig lehetett püspök, utána kiszemelte magának őt Betlen Gábor erdélyi fejedelem, aki Gyulafehérvárra hívta, és ott, mint udvari prédikátort alkalmazta, de nagyon jó barátságban is voltak, és igazi jó lelki barátok lettek. A tanácsadója volt, nagyon sok olyan dolgot tudtak véghez vinni, ami segítette a vallásszabadságnak a fejlődését, illetve a kivívását, illetve a protestáns, de egyébként minden felekezet oktatási intézményének a fejlődését, nagyon sok iskolát támogatott, elérték azt, és ebben Milotai Nyilas Istvánnak is köze volt, hogy Betlen Gábor nemesi rangot adott azoknak a lelkészeknek is, akik jobbásorból származtak, nem nézte a származást, ez volt számára fontos, hogy megkapják a nemesi oklevelet, hiszen az ő szívében ez egy hatalmas dolog volt, hogyha valaki lelkipásztornak adta a fejét. Nemes, széken neveltetésed emelt fel Erdély fejedelem székébe. Egyetemet emeltettél, felekezetek szeretetben éltek békében. Megvédted nemzetedet, Erdélyt, kételyt nem vetettél, szerényen éltél. Betlen emlékezem, fényes tetteddel megérdemled népet szeretetét. Székelyeknél becses neved.